Az Európai Bizottság nem olyan régen fogadta el Magyarország hazánk vidékfejlesztési programját a 2014-20-as EU-s fejlesztési időszak tekintetében. És hát a mai napon a Heves megyei polgármestereket, Heves megyei gazdákat, szőlészeket, borászokat hívtuk össze egy társadalmi párbeszédre, egy fórumra, azzal kapcsolatban, hogy első kézből kapjanak információt az államtitkár úrtól, mire lehet számítani, milyen fejlesztési forrásokra, milyen pályázati felhívásokra, milyen pályázati kihívások várhatók az elkövetkező időszakban. Ugye a vidékfejlesztési program az, amelyik több mint 1300 milliárd forintot ölel föl, és a legfontosabb cél ennek a vidékfejlesztési programnak a vidéki munkahelyeknek a megtartása és új munkahelyek teremtése. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb cél az, hogy nem a nagy birtokokat, hanem a kis és közepes birtokokat támogassa az elkövetkezendő időszakban ez a program. Ez egy nagyon jelentős változásokat tartalmazó vidékfejlesztési program. Nem csak agrárpolitikai, hanem társadalompolitikai kérdéseket is meg kell, hogy oldjon ez a program, hiszen azon túlmenően, hogy agrárfejlesztésről, vidékfejlesztésről van szó, bizony nagyon komoly társadalompolitikai igényeket is meg kell oldani egy ilyen programnak. Például azt is meg kell oldania, hogy bizonyos forráskoncentrációt törjünk meg, magyarán ne csak a nagyobb gazdaságok férjenek hozzá ezekhez a beruházási forrásokhoz, hanem most már adjunk lehetőséget azok számára is, akik eddig ezeket nem tudták megtenni, és mondjuk jeleskedni tudnak a munkahelyteremtésben vidéken. Elsősorban tehát a kis és közepes vállalkozások támogatására gondolok. Legfőbb célunk az volt, hogy a vidéki térségekben a vállalkozások minél versenyképesebbek legyenek, és ezt a versenyképesség növekedést úgy érjük el, hogy a munkahelyek száma ne csökkenjen, hanem növekedjen. Ez egy komoly dilemma, hiszen a legtöbb esetben, ha valaki fejleszt, gépeket vásárol, akkor sokszor pont a kézi munkáról váltja ki ezzel, és a 2007-13 közötti időszakban pontosan ezt tapasztalhattuk, hogy a nagy beruházások adott esetben munkahelyeknek a megszűnésével is jártak és párosultak. Ebben az esetben azonban alapkövetelmény egy pályázó részéről, hogy őrizze meg a munkahelyét, és hogyha még ráadásul még új munkahelyeket is hoz létre, akkor jóval több eséllyel fog tudni pályázni a következő időszakban. Ez volt tehát a legfontosabb, hogy ezt a dilemmát feloldjuk, hogy úgy fejlesztjük a gazdálkodókat, úgy fejlesztjük az ő gazdaságaikat és a vállalkozásaikat, hogy közben munkahelyenek jöjjenek létre a vidéki térségekben. A következő időszakban az önkormányzatok számára is kiemelt figyelmet biztosítunk és forrásokat biztosítunk ebből a vidékfejlesztési programból. Elsősorban olyan alapszolgáltatások fejlesztésére és infrastruktúrális fejlesztések lesznek források, amelyre az önkormányzatok a következő években igény merül fel. Ilyenek például a közétkeztetésnek a fejlesztési lehetőségei, ilyenek például azok az alapinfrastruktúra fejlesztések, mint például mondjuk a szokásosnak megfelelően, illetve hagyományosnak tekintető falugondoki tanyaszolgálati fejlesztések, de olyan költségcsökkentő beruházásokat is meg tudnak majd valósítani az önkormányzatok, amelyek mondjuk az ő hozzá köthető intézmények fenntartásához jelentősen hozzá fognak járulni.